Tisztelettel és szeretettel köszöntök mindenkit Balatongyörökön. Ahogy ez már szokás, kérem, hogy mondjuk el az OM-nál mantrát hétszer. Oh. szoktam kérni, főleg a már visszatérő hallgatóság esetén, hogy mondjatok egy számot 1 és 208 között. Most ezt nem kérem, mert megvan az a kuan, amely most nagyon releváns, és ezt fogom felolvasni. Pajcsang, róka test. Pajcsang zenmester akárhányszor darma beszédet tartott, megjelent egy öreg férfi, meghallgatta, és a végén a szerzetesekkel együtt távozott. Egy nap hátra maradt, Ekkor az enmester megkérdezte. Ki vagy? Nem vagyok emberi lény, válaszolta az öreg. Sok évszázaddal ezelőtt, apa idejében ezen a hegyen voltam mester, és elkövettem egy hatalmas hibát. Akkor egy szerzetes megkérdezett. Érvényes-e az ok és okozat törvénye a megvilágosodott emberre? Erre én azt mondtam, hogy nem, ezért a válaszomért 500-szor születtem újra róka Kérlek, mester, mondd ki erre a kérdésre azt a mondatot, amely megszabadít a róka Az ok és okozat törvénye világos, felelte Pajcsang. Ezt hallva az öregember elérte a megvilágosodást, és így szólt. Már meg is szabadultam a róka amely egy barlangban fekszik a hegy túloldalán. Kérlek, temessétek el a szerzeteseknek kiáró szertartás szerint. Pajcsang zemmester aznap délelőtt bejelentette, hogy délután egy halotti szertartást tartanak. A szerzetesek értetlenül álltak, senki sem volt beteg, és haláleset sem történt. Ebéd után a mester odavezette a gyülekezetet a barlanghoz, megtalálták a rókát, és a szertartás szerint elhangvasztották. Este Pajcsang elbeszélte az egész történetet az egybegyűlteknek. Huang Po azonnal rákérdezett. Ez az öreg ember egyetlen hibát vétett, és 500 született újra rókatestben. Mi történt volna, ha nem követje el ezt a hibát? Gyere ide, és elmondom, felállt a Pajcsang. Ekkor Huang Po oda ment hozzá, és megütötte. A mester nevetett, megtapsolta, és így szólt. Eddig azt hittem, hogy a barbárnak vörös a szakálla, de most látom, hogy a barbár szakálla vörös. Kérdések. Nem érvényes az ok és okozat törvénye, valamint az ok és okozat törvénye világos. Ez a kettő azonos vagy különböző? Hogyan szabadult meg az öreg ember a rókatestől? Milyen testben lenne az öreg ember, ha nem követi el a hibát? Miért ütötte meg Huang Po pajcsangot? Mit jelent az, hogy most látom, hogy a barbár szakáll a vörös? Kommentár. Ennek az embernek három feje van és hét lába. Ki tudja uralni? Ha csak beszélsz hozzá, azzal nem fogod. Ha megtalálod a nyúl szarvát, akkor uralhatod. Hány róka tested van? Hányszor kell meghalnod, Mibe kerül, hogy fölébredj? Ez a kérdés. Mibe kerül, hogy ne csak higgy, vélelmez, hanem láss, tisztán láss. Mindannyian rendelkezünk téves nézetekkel. Ezek a téves nézetek öncsalássá és a világ megcsalásává fordítódnak le. És amikor ezektől megszabadulunk, akkor megszabadulunk egy rétektől, akár a kígyó, ahogy vedli le a külső bőrét. Ha ezt a felismeréssel őszintén tesszük, akkor vedlünk. Ha a világ nyúzza le rólunk, akkor úgy érezzük, hogy nyúznak. Hány rókatestet kell levetnünk? Hányszor kell a realitással szembenéznünk? Ez az emberi élet sajátja válságban és azon kívül egyaránt. És ha az ember azt hiszi, hogy az életet szét tudja bontani jóra és rosszra, akkor nagyon téved. Ha látjuk az életet úgy, ahogy van a maga folyamatában, okozatiságában, és ennek irányt szabunk, akkor uralhatod. Egyébként csak hiszünk valamit, még ha jól is hiszed, nem ugyanaz, mint amikor látod. És ezért kell az az ütés, ami felébreszt. Nem ez a bot üt. Mi üt? Mi az, ami felébreszt? Néha egy tolpihe, néha egy hang kívülra. néha egy hang belülről. Úgyhogy kívánom azt, hogy mindannyian vessük le a rókatestet, vessük le az illúziókat, és lássuk úgy a világot és egymást, ahogy vagyunk. Ez megkerülhetetlen. Nagyon sok szerepet vállalunk, de látjuk-e a rendezőt? Ez, amit most elfoglalsz, rám figyelve, ez is egy szerep. Vagy most beszélek hozzád ebből a helyzetből, ez is egy szerep. Ez nem azt jelenti, hogy mesterséges, természetellenes vagy valótlan. Ez egy felvett avatár, egy felvett személyiség, és ezért van szerepünk egymás életében hogyan játsszuk ezt a szerepet. Egyáltalán milyen szerepet veszünk föl ebben az emberi helyzetben, a mélységes egymásra utaltságunkban, egymástól való függésünkben. Nézd ezt meg. Milyen szerepet töltesz be a családod életében, a csoportod életében, a párkapcsolatodban. És itt elkezd közömbössé válni, hogy mit hiszel magadról. Ezek a kapcsolatok, ha tükrök, akkor elég jól mutatják, hogy ki vagy. Hogyha nem tiszta tudattal veszel benne részt, akkor nagyon kemény visszajelzéseket kapsz. Ha nem tiszta tudatokkal veszed magad körül, akkor is eléggé kemény visszajelzéseket kapsz. Ne feledjük el, hogy ebben a felállásban, ahogy most a testedben a lelked van, egy életünk van. Egyetlen egy. Mindegy, hogy mit hiszel a múltról vagy a jövőről. Ez a nagyon rövid emberi élet mire elég? Mire használod? Mire jó? Végezz el belül egy tesztet. Ha most, teljesen fájdalommentesen, ezt a lelket, ahogy te most vagy, egy másik testbe átraknák, és újraindulna az élet, jó lenne? Szeretnéd? Vagy gyorsan még, amíg ez be nem következik, szeretnél valamit még kirakni magadból, vagy beemelni magadba, valamit változtatni ezen az egész avatáron, hogy úgy menjen át a következő testbe. Egy másik, nagyon fontos teszt. Képzelj el egy párhuzamos univerzumot. Abban az univerzumban az okozatiság, ahogy most az öregembertől hallottad, nem probléma. Nem kell megválaszolni azt a kérdést, hogy érvényese a törvény vagy sem, az van, amit akarsz. Úgy élsz, ahogy akarsz, akivel akarsz, és nincs eredete és következménye. Csak képzeld el, és megvalósul. Mennyiben különbözne az, amit elképzelsz attól, amit itt, ezen a kemény helyen, amit Földnek hívnak, élsz? Mennyiben lenne az különböző? Ha igen, át tudod-e hozni onnan ide? Milyen áron? És akkor megérted az ideák és a valóság közti különbséget. És a harmadik, amit nagyon javaslok, az az idő, az idővel való játék. Képzeld el magadat húsz évvel idősebben. Mi lesz -e? Így folytatódik minden, ahogy elkezdted. Ahogy az elmúlt húsz éved volt, az kirajzolja a következő húszat. Valójában milyen irányt veszel föl. Ha így folytatod, hol leszel 20 év múlva. Tehát a térrel, párhuzamos univerzum, az idővel és az identitással való foglalatosság, hogy a következő identitásod ez lesz. Ez néha nélkülözhetetlen. Főleg akkor, amikor kérdések merülnek fel akár belülről, akár kívülről. És itt merül föl az a fajta irány, az a fajta szándék, hogy te ki akarsz lenni húsz év múlva, ki lennél egy párhuzamos univerzumban, és hogyha most egy új testben te egy új életet kezdenél, akkor az jó lenne neked, szeretnéd-e? El tudnád-e fogadni azt az önmagadat, hogy visszaúrodtunk az élet kezdetére? És akkor egy újabb 70-80 év ezzel? Úgyhogy ne féljünk a múlandóságtól, ne féljünk a feltételhez kötöttségtől, és ne féljünk a tökéletlenségtől vagy befejezetlenségtől. Hogyha a karmától meg tudod különböztetni magadat, akkor teremtővé válsz. És akkor ez a három törvény neked dolgozik mert a legvadabb és legborzasztóbb karmád is múlandó, más karmától függ, és tökéletlen vagy minőségtelen, tehát te adod meg a minőségét. Te állítod be valami ennek. Te teszel hozzá, vagy veszel el belőle. És hogyha megoldod a lehetetlent, megtalálod a szarvát, akkor uralhatod ezt. És mi az a lehetetlen? Lehetetlennek tűnik tapasztalni igazi önvalónkat ebben a helyzetben, hogy test és lélek ilyen kötöttségek között él ezen a Földön, de mégis lehetséges. Lehetetlennek tűnik megoldani egy zenkont, ami annyira paradox, hogy az ember elméje csak úgy révedezik jobbra-balra, és nem találja az irányt, de mégis meg lehet oldani. Úgy tűnik, hogy az élet és halál körforgásából nem lehet kiszabadulni, de mégis lehet. Tehát tessék a paradoxot megölelni, mint egy jó barátot, és ne úgy értsd, és ne úgy élt, hogy ez a paradox keresztre feszít téged, mert az elméd egyik fele jobbra húz, a másik balra. Az egyik azt mondja, hogy ez nagyon szép és nagyon jó, a másik azt, hogy ez borzalmas és gyötrelmes. Az ellentétek univerzumában élünk, hogyha ezeket harmonizálod, akkor egységélményben is lehet részed, ha meghaladod, akkor egy transzcendens élményben is lehet részed, de hogyha ezeket az ellentéteket egymás ellen fordítod, akkor lerombolod önmagadat és másokat. Európának az elmúlt 120 éve az egy nagyon jó példa erre. az identitással, az ellentétekkel és az okozatisága hogyan bánunk mi itt, ezen a földrészen. Úgyhogy van munka. Van munka bőven. Kinek van kérdése? Ilyet? Az lenne a kérdésem, hogy egy köldöksér műtét meg tudja ez zavarni a csakrát? Nézd, ez egy orvosi kérdés, hogy a köldöksér műtét mit csinál. A csakrák azok körök a csakrákon belüli minőségek, azok mentális energetikai minőségek. A fizikumnak egy ilyen műtét egyrészt szükséges, másrészt pedig a tantienetben nincsen semmilyen létfontosságú szerv. Úgyhogy az a jó hírem, hogy semmit nem változtat ezen. Az elmének a sérvei azok sokkal, de sokkal súlyosabbak. A sérvet kapsz a véleményalkotásodtól, az sokkal, de sokkal súlyosabb. Tehát a tantien praxis az, ami kihoz ebből a az elmesérvből, amikor a vélelmezéseit ugye valaki igaznak hiszi, és a másik pedig elhiszi anélkül, hogy a valósággal összevetné. Ez az igazi sérdműtét. Az, hogy a hasfal egy picit kidudorodik, az kiderült, hogy megemelted magad a cementes zsákkal, szerencsétlen dolog. Az, hogy a téves nézeteinkkel kiszakítjuk a toleranciánk falát, az sokkal súlyosabb. Azt nehezebb bevarni. Azt szeretném kérdezni, hogy én a magyar és ráénekrése során. Nagyon gyakran előfordul, hogy, hogy úgy érzem, hogy nem kapok levegőt. Hogy vagy azért, mert túl sok levegő van a tudőmben, vagy azért, mert mondjuk túl kevés, és ezért, ezért újra levegőt kell vennem. És hogy ez nagyon zavaró. Neked is. Neked Én évek is. óta küzdök ezzel a problémával. Tehát akik megírták ezt a prózát, nem is értem. Legalább kottázták volna le, és is jelek lennének a sor végén, és akkor ott mindenki, és ilyen nincs. Tehát, amikor egyedül vagy szűk családi körben recitáljátok, akkor meg lehet állapodni, hogy hol veszünk mi levegőt. Egy szangában ez sokkal nehezebb, ott improvizálunk. Minden sor végén ott az alkalom. A sor végén ott a lapnak az az üres fehér margója jobbra, ott kell levegőt venni, és mire visszaérsz a sor elejére balra, addigra a tüdő tele van. Mire újra a jobb margóhoz érsz, érdemes kénekelni az összes levegőt, mert addigra nagy része már széndiokszid. Képzeld el. És akkor megint ugyanezt a folyamatot. Egyébként, hogyha szangai kórusban énekel, akkor mindenki megszokta választani a maga kis levegővételi helyét ahol más nem vesz levegőt. Ez fontos. Hol születik meg az akarat? Az elmében, vagy az önvalóban? Te hogy döntötted el, hogy ma este beszédre jössz? Nem tudom. Akkor nem tudom, hogy hol születik az akarat. Általában, ha van valamink, amivel meg vagyunk elégedve, akkor úgy nem akarunk semmi mást. Ha van valami, amivel te nem vagy elégedett, és szeretnél egy jobbat, frissebbet, modernebbet, akkor ami hiány van, és ami a jövő ígérete, a között egy feszültség alakul ki. Na ez az akarat. A budha négy nagy és négy kicsi szenvedés, vagy kisebb szenvedést azonosított, Ugye születés-öregség, betegség, halál, ezek mind szenvedésteli folyamatok tudnak lenni, és a másik, hogy az óhajtottat el nem érni, a nem vártat vagy nem akartat megkapni, feléces levél, sárga csek, és rossz társaságban lenni, holott ezt te nem szeretnéd, és a jó társaság hiányában lenni, holott ezt szeretnéd. Tehát ez a négy kisebb szenvedés. Na, a négy kisebb szenvedés kirajzolja az akarat vektort. Te valójában kikkel szeretnél, vagy kivel szeretnél együtt lenni, ha tudsz, mit szeretnél megkapni, és mitől szeretnél megszabadulni. Úgyhogy itt mutatkozik az akarat, az tényleg olyan, mint a mesebeli villanymotor, hogy kialakul közted és a világ közt egyfajta feszültség, egy plusz és egy mínusz, az a között áthúzó erő, hogy akarom per nem akarom, ez. Tehát a belső világod, és a külső világ között csak elvétve van teljes összhang. Tehát mindig van különbség a között, ahogy te érzed magad, és hogy a világ téged kezel, és a kettő közti feszültség az akarat. Még akár a hőmérséklet szintjén meleg van, szelőztessünk ki. Éhes vagyok, szeretnék enni. Szomjas vagyok, szeretnék inni. Ezek alapakaratok, a létfenntartás akarata. Úgyhogy nézd meg innen, és akkor az abstrakciótól megszabadulsz hogy lehet nem túl gondolni a dolgokat. Stop. Ennyi. Így. <laughs> és ez most nem vicc, hölgyeim és uraim, belül meg kell tudni állítani a gondolkodást, mindenkinek van belül egy mesebeli zembotja, amelyel vissza tud térni erre a kezdőpontra. Hald a hangot, tapasztald a teret, tapasztalod a pillanatot, és azzal meg tudod állítani a felesleges gondolkodást, mert az elméd az úgy pörög, te, hogy nincs ez a chip, nincs ez az, az alaplap, ami olyat csinálna. Úgyhogy nézd meg, hogy most mit tapasztalsz, mit látsz, mit hallasz, mit érzel, mit teszel. Légy a testedben. Fogd föl, hogy pontosan milyen helyzet, kapcsolat és teendő áll és akkor előbb-utóbb nem gondolod túl. Tehát az intelligenciára szükség van, de a meddő abstrakciótól szabadíts meg, uram, minket. Második kérdés. A második kérdésem pedig, hogyha valaki másba zavar valami, akkor az mit jelent, hogy a feltétlen magamba kell keresnem? Mondj egy példát, én annyira kíváncsi vagyok te. Hát sok van. Amelyik a legjobban éget azt hát nem biztos, hogy most itt ezt. Nevek, dátumok és helyszín nélkül. Hidd el, hogy kicsontozva is jó az a hús. Mondjad. Hát mondjuk a páromba. Itt van? nincs, itt. Nem fair. Nem, nem fair. Nem. Olyat mondjál, hogy van a párod nincs benne. Akkor ha az anyukám. Anyukám itt van. Itt van? Igen, itt van. Hol van? Kezit csokkolom. Örülök, hogy eljöttél. Igen? Így már fair. Igen? van egy konfliktus, és akkor benne zavar valami, akkor ezt magamba kell keresni, mert ez egy családi karma, amit meg kell oldanunk. Lemondtál a legfontosabb konkrétumról, figyelted? Mi zavar benne? Mondjuk, ha nem talpra esett. Azt tudod, hogy ezután anyuka is meg fog szólalni. Nem hagyom, hogy ne szólaljon meg. Tehát azt mondja, hogy nem talpra esett, akkor téged hogy tudott a világra hozni? Ak akkor azt hiszem, még az volt. Na, mocorog. Mocorog. Talán úgy érzem, hogy kicsit fordul a kocka, és eddig én tanultam tőle, és most talán ő tudna tőlem. És ez számodra természetellenes? Hogy a gyerekek felnőnek, és felnőttek lesznek, és visszasegítik a szülőket? A szülők nem fognak visszatanulni a gyerektől, erről tegyél le. De az, hogy a segítséget elfogadják, az lehetséges. Tehát már ennek a problémának a gyökerét kiveheted azzal, hogy nem tanítani akarod anyádat, hanem segíteni. Én az saját 85 éves gyönyörűséges jó anyámmal, aki mostanában annyira jól van, hogy egy tízes simán ledobhatna, így, látványra néha 15, ugyanez. 20 éve tanítom az ent, anyámnak egy hangot nem tanítottam belőle. Szeretetet, megbecsülést, elismerést, odafordulás, segítséget azt kap, mert mint anya erre van szüksége, és mint fiú nekem ez a dolgom. És nagyon-nagyon ritkán kell elmondanom, hogy anyuka, felnőttem. Mert látja. Tessék ezt a viszonyt ilyen szinten rendezni. Jó? Köszönöm. Szívesen. Most jön anyuka. Kérdezhetlek? Igen. Mennyire érzed magad talpra esetnek? Kevésbé. Inkább vagy bátortalan vagy. Bátortalan. Én. Miért? Nem tudom nem hiszem el magamról, hogy én ezt mondjuk meg tudom csinálni. A párod mit mond erről? Hogy meg tudom csinálni. Akkor jó párod van. Igen. Akkor innentől kezdve nem gond az önbizalom, olyat vállalj, amiben tudsz hinni. Biztos vagyok benne, hogy egy almás el kéne készíteni, nem lennél bátortalan. Így van? Amikor arról van szó, hogy bátortalanság, akkor lehet, hogy nem mértük föl helyesen a helyzetet, vagy nem ismerjük magunkat elég jól. A bátorság, a hősieség és a hülyeség az egy tengelyen van. Bizonyám, túltolod egy kicsit, hülyeség lesz belőle, hogyha nagyon-nagyon önközpontú, akkor hős, a hős általában bukik, és ez nem jó, és hogyha helyes és középen van, akkor egy egyszerű hétköznapi bátorság. Például felmered venni a telefont, tudván, hogy kellemetlen lesz a hívás és mégis fölveszed, és mégis belász, és mégis a szemében nézed, és mégis meghallgatod, és úgy hallod meg, hogy téged az nem mozdít ki, nem hoz ki a sodrodból, reagálsz, de nem az ellentéteket követve, nem a saját karmádat követve, a mintázataidat ugye sokszorozva. Ez kell az Ez Ehhez kell egy jó meditációs gyakorlat. Biztos vagyok benne, hogy vannak olyan családi ebédek, ahol az ilyen probléma föl sem merül. Na, ezeket kell szaporítani. Jó? És amit javasolhatok anyának és lányának, a karmának a különböző energiaszintjeit úgy lehet kiegyenlíteni, hogy közösen cselekszünk. Hogy közösen sütünk almás, mákos vagy kaprostúrós süteményt, azt is szeretem. Jó? Az is. Itt a lehetőség. Egyéb kérdés? Itt A teremtésről. Szeretnélek kérdezni. Biblia, Ószövetség, első. Ők, ők az egész teremtés bizniszben a legjobbak. Miért? 24 évvel ezelőtt zseniálisan sikerült egy ilyen akcióm. Azóta a spirituális utamon elértem oda, hogy megkérdőjelezem <laughs> az ilyen jellegű tevékenységemet. Mint teremtő? Igen. Ugyanis Igen? Azt hiszem, gondolom, hogy korlátoltak vagyunk ezen a téren um, a teremtőhöz képest. A teremtő itt számodra kicsoda-micsoda? A teremtő egy uh, univerzális energia. És mikor találkoztál vele utoljára? Nézd meg, hogy ebben a testben milyen teremtéssel vagyunk képesek. Nézd meg, hogy ezzel a lélekkel milyen teremtéssel vagyunk képesek. Létrehozod a saját magad univerzális energiáját, mint egy idea, és ahhoz képest te lefokozod magadat. Ne tégy ilyet. Jó? Kedves Szurim, azt szeretném megkérdezni, hogy te mit gondolsz a szerelemről, és ö, hogyan tudom benne felismerni, a, ha a helyes irány, iránymutató, vagy, vagy, ha sémát követek, ha egy korábbi sémát, amivel azonosultam korábban, azt követem, idejében felismerni, egyáltalán lehet-e menni a, ezzel a gyomorból induló kémiai katyvasztal, ami a fejben for ki, és kell ebbe foglalkozni, vagy, vagy zabolázzam meg az érzelmeimet? Mikor tudom meghatározni, hogy, hogy ebben mennem kell? Ilyesmi. Köszönöm. Az a kérdés, hogy átélted-e a szerelem ősrobbanását? Hogy tényleg olyan volt-e, hogy az így, mint a villám közted és közte? Igen. Akkor nem értem a gyomorból kiinduló katyvaszt akkor nincs katyasz. Akkor a következő van, van egy hatalmas nagy energiarobbanás két ember között. Ezt mind a kettő úgy éli meg, hogy szerelmesek vagyunk egymásban. Ez az ősrobbanása ennek a kapcsolatnak. És enélkül lehet nagyon sokféle párkapcsolat és egyéb, de az a fajta elképesztő fúzió, hogy az egoitásunkat teljesen feloldjuk ebben az érzeményben, az nincs. Én már pedig ezt kell. Megmondom miért. Amikor úgy tínédzser korunkban először hogy kőkeményen szerelmesek leszünk, és még remélhetőleg többször később felnőtt korunk során, a legelső és legfontosabb élmény, hogy teljesen elégsz benne és ellobbansz benne. Ez az érzelmi, személyiség szintű ellobbanás, úgy, hogy a másik ugyanezt éli meg. És ez a fajta fúzió, az az elképesztő atombomba, amit később atomerőművé kell szelídíteni, mert lehet ez a közös életvitel. És onnan tudod, hogy ez helyes, hogy egymásból a legjobbat hozzátok ki. Tehát te jobb leszel azáltal, hogy szereted őt, és elfogadod az ő szeretetét, és ővele ugyanezt történik, hogy azáltal, hogy szeret téged, és te ezt elfogadod, és ő is elfogadja, onnantól kezdve ő belőle is a legjobbat hozott ki vannak halálos kémiájú kapcsolatok, hogy mind a ketten teljesen elégnek benne, és a halál közelébe kerülnek. Ezek az ilyen elképesztően saiva szerelmek, amit hogy a Siva úr itt tényleg letarolná mind a két karaktert. Aztán vannak a nagyon teremtő szerelmek, ahol fantasztikusan fénylik az egész, és potyognak a gyerekek, és fantasztikus egzisztencia van, és nagyon jó vannak a világban. A legtöbb az a Vishnu típus, hogy beállnak egy bizonyos utazó magasság, és úgy élnek le 20, 30, 40, 50, 60 évet egymással. Nézd meg, hogy mit hoztok ki egymásból. Nézd meg, hogy azt az atombombát lehet atomerőművé szelidíteni. A szerelem tüzében minden karma ki tud égni, ha hagyod. Ha ragaszkodsz valamihez belül, mint a te ideád és egyéni elgondolásod, pillanatok alatt a másikban egy sérülést okoz, és oda-vissza. Onnan tudod ezt, hogy a kommunikáció nem őszinte. Az együttlétben valami zavar van. A jelenlét szabódó, érdes, nem teljes felületű. Érzed azt, hogy valami, valami nem kerek. És mivel emberek vagyunk, és ilyeneket át tudunk élni, ezért nagyon fontos, hogy belül magunkban a másik iránt érzett összes pozitív érzelem, az összes odaadás, összes önzetlenség, az összes segítség, ami tényleg a szeretet működése, az megmutatkozzon, de anélkül, hogy ehhez az ősrobbanáshoz te vissza nem mennél az első nagy villámcsapáshoz, ahol te feltétel nélkül és ő is feltétel nélkül egy teljes fúziót és egyénválást éltetek át ebben a pillanatban, anélkül nem megy. Hát vissza kell tudni térni ide. A teljesen feltétel nélkülihez, a megmagyarázhatatlanhoz ahhoz a pillanathoz, amikor mind a ketten az utolsó sejtalkotóig tudtátok, hogy ő az, a másik az. És akkor ebből lehet energiával ellátni azokat a napokat, amikor ez nagyon nehéz. Amikor a szeretet nem megy át, amikor valami karma van az útban, amikor le kell ülni, és szótlanul vagy szavakkal, de letisztázni a kapcsolatot, hogy milyen irányban megy. Nem lehet a, a törvények ismerete nélkül ezt megtenni amíg te energiát és tudattartalmat, információt teszel valamibe, addig az továbbél. Amikor megszűnsz energiát tenni bele, és megszűnsz információt tenni bele, vagy közölni vele, az előbb-utóbb elmúlik. Erre kell nagyon figyelni. Tehát a 30. évfordulón is rózsa, és megünnepeljük, és a és nem fogjuk csak, nye? már itt van 30, év, nem fontos. Neved adottnak a párodat. Neved készpénznek, hogy holnap is ott lesz küzdje megérte 30 év után, is, és is akkor, akkor megy. Hát annyira nem vagyunk tisztában a múlandóság törvényével, és annyira egy ilyen fiktív öröklétbe bele tudunk veszni, hogy a legfontosabb, leggyönyörűbb kapcsolatainkat le tudjuk nullázni csak azért és azzal, mert nem figyelünk oda. Mert nem fordítunk elég jelenlétet rá, és, és hirtelen valami materiális vagy érzékszerű lesz a fontos, és nem ő. Nem a párom. És innentől kezdve óriási felelősség az, hogy bizony kötelékre lépünk valakivel. Mert azt művelni kell. A szeretet kapcsolat a Földön a legsérülékenyebb. Tessék erre emlékezni. Rengeteg energiát kíván, és rengeteget kapsz is belőle. Ha elhanyagoljuk, ha engedjük eltorzulni, hogyha nem műveljük helyesen, akkor az elmegy, elmúlik. És nem tudod, hogy miért. Nem tudod megmagyarázni, nincs egy nagy kiváltó ok, csak ezernyi kicsi, fájdalmas részlet. És nincs senki, aki helyettetek rendet csináljon benne. És az első, nagyon fontos dolog, hogy egymás jelenlétében vége, nyugodjunk meg, és ne akarjunk valahova kiugrani, valamilyen képernyőbe temetkezni, valamilyen indokot találni, hogy ne figyeljünk a másikra. És a jelenlét, Figyelem, odafordulás, együttérzés, szeretet, szerelem, ez egy nagy skálának a különböző fokozata. Úgyhogy vegyük ezt észre akkor, amikor mondjuk kapcsolati problémáink vannak, vagy kétségeink vannak, hogy tíz évig szerettünk valakit, aztán most már se akarsz nézni. Mi, mi változott? Mi történt? Mit nem értettél az ezt megelőző tíz évben? Ezt azért mondom, mert a kapcsolatokban, a nagy elkötelezettségekben mindig tíz évenként van egy hatalmas nagy válság. Onnan tudod, hogy minőségileg nem tud ugyanaz maradni. Vagy le, vagy föl. Tehát úgy tedd a dolgodat az első kilenc évben, hogy a tizedik évben vizsgázol. Nem csak akkor, kisebbek vannak, egy, három, hét és tíz. És utána az összes többi ennél kisebb kisebb próba de de ugyanúgy oda kell figyelni, nincs parkoló pája. Miért kell feltétlenül visszamenni ahhoz a villámcsapás pillanathoz, amikor, tehát hogyha én érzem, hogy ez, ez valahogy nem, nem vezet jó irányba, vagy így más utat járunk, tehát felismertem, hogy lehet, hogy csak az a lilaköd, vagy az a, az a hmm. nagyon, nagyon nagy robbanás, az hmm. megvolt, vagy volt egy korábbi karmikus kapcsolatunk, és ez most sül ki, egy hmm. ösztönös valami, és nem feltétlenül érzem azt, hogy, hogy lehet, hogy a másik még szerelmes, vagy, vagy én már én már lehet, hogy korábban felismertem, hogy én már tovább hogy miért feltétlenül kell megjavítani egy kapcsolatot, tehát amikor mm. felismerem, hogy nincs közös útunk talán? Oda kell menni azért az ősrobbanáshoz, mert abban minden benne van. Az első napban, az első éjszakában minden benne van. Senki sem úgy indít egy ilyen hatalmas, nagy robbanással induló kapcsolatot, hogy hát akkor később majd szépen elválunk. Majd valamelyikünk tovább a hamarabb ugye kap észbe, és így oszlik a köd. Tehát nem így szoktuk ezt. Azért kell, mert az elejétől a mostani pillanatig valami változott, mi változott, ezt nyakon kell csípni, miből ábrándultál ki? Mi az, ami nem olyan, ami ennek szeretnéd? És akkor, ha ez tudatos, akkor megvan a döntés, hogy változtass rajta, vagy hagyod. De ha hagyod, akkor nem vagy vele korrekt, mert nem beszélted meg. Nem adtál neki lehetőséget, és így magadnak sem. Nézd meg, hogy hányféle intimitás igény van, hányféleképpen akarjuk a másikat, hogy csak ő legyen. És innentől kezdve, ha nem tudod objektíven megmondani, megmagyarázni, saját magad számára tisztává tenni, hogy ez micsoda, akkor a szegénykém ilyen irracionális igényekkel van körülvéve és bármit tesz érted, nem lesz elég. Nem lesz elég. Például csak annyit nézd meg, hogy ebben a pillanatban a beszéded, a gondolatod, az érzelmeid és a cselekedeteid egy irányba mutatnak-e, és ha igen, akkor megvan az alapvető integritás. Gondold el, hogy amikor tényleg megöleled, akkor a gondolatod is megöleli és nem csak a tested. Az érzelmeid is megölelik és elmondod-e azt a mondatot, vagy azokat a szavakat, amelyeket tényleg szükségesek ahhoz, hogy ő szeretve legyen? Ez már elég nagy feladat, ezt a négy csatornát így egy irányba fordítani, mert hogyha ezt nem teszed, akkor nincs intimitás. Nem érzi, hogy szereted. Ott vagy vele, megérintetted, stb. De nincs ilyen élmény. Ez legyen meg. És az, hogy milyen karma, milyen elintézetlen sorsmodul, az irreleváns. Mindenkivel lesz elintézetlen karmád. Mindenkiért harcolni kell. Mindig szembe kerülsz önmagaddal. Jó? Egy ilyen kérdésem volna, visszatérve az akarat témára, hogy mi van abban az esetben, hogyha az embernek, most például nekem, de szerintem ez másokkal is előfordul, éppen úgy érzem, hogy a szükséges faktorokon kívül, tehát hogy eszem, hiszom, alszom, nincs más. Tehát, hogy így nem látok valami olyan dolgot, amiért megmozdulnék. El kell menni az ilyenkor az állatkertbe. És akkor megnézni ilyen főemlősöket, akik ugyanezt csinálják. Esznek, isznak, alszanak. És feltenni azt a kérdést, hogy ő rács mögötti főemlős, és én azonos vagy különböző. Kiegészítem a kérdést akkor. Tehát nyilván a... Gondoltam. A szán... Kéges. Tehát, hát. tehát a, az utamat, tehát amivel foglalkozom, azt végzem, csak, és én, én eddig olyan személyiség voltam, hogy így ismertem magam, hogy mindig kitaláltam valamit, hogy akkor jó, csinálom a munkámat, csinálom a teendőimet, és mindig volt valami új még hozzá, hogy akkor még ezt is csinálom, még ezt is megtanulom például, és most most ez így elsimult, és ez most nincs, tehát nincsen ilyen faktor az életemben, ami miatt most még egy lépést tennék, mondjuk így. Lehet, hogy elégedetlen vagyok. Hát, hogy pont elégedetnek kellene lenni a sok tanulással és elsajátítással, és fel kéne tenni azt a kérdést, amelyet a rács mögötti főemlős nem tesz föl. Miben segíthetek? Ha ezt a kérdést fölteszed így legközelebbi embertársadnak, akkor biztos, hogy megváltozik az életed. Megváltozik az életed, mert kinyitottad magadat egy másik ember vagy embercsoport felé és megkérdezted azt, hogy miben segíthetek, elkezdted hasznosítani a sok-sok megtanultat, és elsajátítottat. Ha nem, akkor mint jó tanuló, a Steinmann tovább tanulsz. És mindig osztály első leszel. És egy idő után ez nagyon unalmas. Mert semmit nem kamatoztattál, vagy semmit nem mertél kockáztatni. És a legnagyobb kockázat az, hogy megkérdezed, hogy miben segíthetek. Megváltozik a világ. Köszönöm szépen. Szívesen. Az elején említetted a, a két pólusnak a három kimenetét, hogy vagy egység lesz belőle, vagy transzcendens, vagy pedig a káosz, vagy ezt nem is tudom, mivel ez milyen szóval mondtad, hogy ezt kicsit bővebben kifejtenéd. Az ellentétek tényleg háromféle módon találkozhatnak. Az egyik a vágy típusú egyesülés, akkor ugye kiteljesedés, teremtés lesz belőle. A másik, amit ugye káosznak mondhattam, és jól is értetted az az, amikor a dű vagy harag típusú találkozáson ebből rombolás lesz, és pusztulás lesz, és a harmadik a semleges. Tehát sem jó, sem rossz, sem vágy típusú, sem harag típusú, hanem egyszerűen kombinálódnak, és van egy minőségváltozás, de nincs nagy polaritásváltás. Ez az ellentéteknek a működése. Itt, ezen a földön, ezzel az elmével, amivel nekünk dolgozni kell, a humán elme. Nem nagyon van negyedik típusú. És a semlegesség az hogyan érhető el? Nagyon sok nullával és egyel. De amikor valaki képernyőfüggő, akkor semleges lesz. Akkor elveszíti a női vagy férfi polaritását, és az összes interakció ilyen teljesen semleges adathalmazzá szépen leredukálódik. Egyre többen éljük ezt, és egyre többen üvöltünk, hogy mi nem ezt akarjuk, mert jóval másabb életet szeretnénk, mint egy ilyen elsemlegesített adatfolyamot és akkor leteszed a kütyűt, és kimész a természetbe, akkor elkezdesz harcolni, vagy védekezni, vagy teremteni, kreatívnak lenni, és régi jó analóg módon működni. És ez egy óriási kihívás megint, mert nincs meg az a jótékony, beburkoló, menedéket jelentő semlegesség, ahol neked nem kell senkinek se lenned. Lehet egy semleges adathalmaz. Input, output és kész. Úgy, mostanában pont ez a semlegesség a probléma, hogy nem merjük a polaritást vállalni. Tehát női test, női lélek, női polaritás. Ha elvállalod, azon megjelenik melletted a vonzástörvények alapján a férfi test, férfi lélek, férfi polaritás. És innentől kezdve izgalmas az élet, és nem pedig valami semleges adathalmaz. Régen, amikor a szöveges üzenetek kezdtek elterjedni, hát 20-25 évét Európában ez még tényleg új volt, tömegesen Az üzenetfüggést úgy definiálták, hogy ha valaki napi száz szöveges üzenetet küld, akkor SMS függő. Most nevetünk ezen. De akkor voltak ilyen alapos Németország Ordnung felmérések, hogy mi történik a családokban így billentyűzettel. És találtak olyan helyzeteket, ahol egy nem is idős pár, egymást háttal ült a kanapén, és nem beszélgettek, nem tévét néztek, nem érintkeztek, hanem egész este szöveges üzeneteket küldöztek egymástak a mobiljukon. Ez volt az újdonság, és ekkor a világ így felhorkant, hogy úristen, mi van. A semlegesség az tényleg ilyenkor probléma, mert elveszítjük azt, akik vagyunk a személyiség szintje. Ez ugye. És a semlegesség a transzcendens vonához, hogy kapcsolódik? Sehogy. Sehogy. Mert én a transzcendensre gondoltál volna, Igen, ha hagylak, csak... de nem hagylak. A semlegesség, az, az én semlegességemre, jó, köszönöm. Nem, rámutatok arra, hogy a semleges és a transzcendens különbözik, majd te ebből leszűrsz valamilyen tanulságot, amit megint nem hagyok. Akkor folytatom. Örülök, a transzcendens az nem semleges, nem pozitív, nem negatív, semmiféle ellentét, annak kombinációja vagy minősítése nincs benne. Tehát amikor te nem gondolkodsz, akkor nem hozol létre ilyen fogalmakat, hogy semleges, pozitív, negatív. Akkor csak az üres kör van. Csak ez a pillanat a maga teljességében van. Ha hallottad az ütést, akkor az elvágta a gondolkodásodat. Abban a pillanatban még a transzcendens, mint fogalom, az sincs. Ezért van a zenkör 180. fokán a sem forma, sem üresség. Hát az eléggé kitakarít mindent. Azt szoktam mondani, hogy ott még a semmi sincs. Jó? Nélisták legnagyobb gyógyszere. Ott még a semmi sincs. Ebből a pillanatból teremted, a férfit, a nőt, a semlegest, a pozitívat, a negatívat és a, ennek a keverményét. Nem az a kérdés, hogy a világ milyen. Ebben a helyzetben az a kérdés, hogy mit szeretnél, és hogy ki szeretnél lenni? Milyen avatárt építesz, milyen személyiséget hozol létre magadból? Ennek a pontnak, amit hallottál az előbb, az a jelentőség, hogy minden karma relativitását kimutatja. Tapasztalhatod, hogy a személyiségalkotód az első darabtól az utolsóig cserélhető. Milyen gondolatokat akarsz? Hát akkor honosítsd meg azokat. Milyen érzelmeket szeretnél? Honosítsd meg azokat. Mi módon szeretnél cselekedni? Vegyél fel olyan mintázatokat. Beszéd ugyanez. Tehát ne legyél olyan ember, akivel nem szeretnél együtt élni öregkorodban, vagy emlékezz a bevezetőre, hogyha ezt az avatárt átteszem egy újabb testbe, és elkezdődik előről az élet, áldás lenne, vagy átok? Mennyire szeretnéd? Mennyire nem szeretnéd? Ne bűntudatod legyen. Lásd magad, sokkal keményebb. Még egy? Lehet? Lehet. <laughs> Hogy a polaritáson keresztül a transzcendens... Nagyon fontos anélkül nem lehet. Igen. A polaritáson keresztül kell megtapasztalni, hogy az ellentétek hogyan működnek, hogyan áramlanak, mi az, amikor van, mi az, amikor nincs ellentétpár. Ez az egyik legnagyobb paradoxon, hogy a Földre, a kőkemény ellentétekbe való leszületés nélkül nem lehet elérni a felébredést. Végig kell menni mindenképp? Nincs kezdet, nincs vég. Mit szeretnél? Le is esett valami. Tehát végig kell menni. Mondom, Nincs ha vissza. van kezdete, akkor végig kell rajta menni, de igazi, önvalódban van az alfa és az omega. Nincs objektív kezdet vég, de van ok- és okozatiság törvénye. Valamit elkezdesz, nem tudod rögtön befejezni. Van egy kör, amit leírsz vele. És akkor látod, hogy mekkora sugarú az a kör, amikor visszatudtad hozni az adott karmát a nullpontba. Ez néha évek, néha évtizedek, néha életek. Hát ezért vigyázzunk azzal, hogy mit kezdünk el, ezt be is fogjuk fejezni. Nem mindegy, hogy hogyan, és nem mindegy, hogy milyen tapasztalás árán. Akkor már csak egy utolsó, hogy akkor a semlegesség az nem. Tényleg utolsó. <laughs> hogy a semlegesség az nem az út a transzcendens. Nem. Okay. A semlegesség az a meghaladás összetévesztése a semmivel. A felébredésre való vágy vagy akarat honnan Tehát, hogy az az önvalónak egy szükségszerű. Nem innen kéne indítani. Tehát onnan indul a dolog, hogy te szenvedsz, és nem akarsz szenvedni. Ez a felébredésre való első impulzus. Hát nézzük a butának az életét. Ha nem utazik ki a palotából, magyarul nem válik tényleg éretté, nem látja a születés, betegség, öregség, halál négyességét, és tapasztalja ezt az elképesztő kontrasztot, ami a palota és a világ között volt, nem lett volna meg benne a vágy, hogy ébredjen fel, érje el a felébredést, és szabadítsa meg minden lényt, és magát is a szenvedéstől. Az, hogy ez pontosan honnan jön, ez ebben a pillanatban lényegtelen. Tehát amíg nem vagyunk tisztában önvalónkkal, és nem tapasztaltuk meg igaz természetünket, ez a kettő ugyanaz, addig teljesen mindegy, hogy honnan jön. Csak kövesd. És ne takard el. A legtöbb ember még annyira sem őszinte önmagával, hogy a szenvedés tényét elismerje. Nem, hogy ráláson az okára, a megszüntetésére és a megszüntetés útjára. Mindegy honnan jön. Csak küzdjél. Te gondold el, egy ilyen lélekkel, egy ilyen testben, ez már egy nagyon rossz pont. Ez a lélek örök létre vágyik, és ebben a mulandó szarkofágban van. 70 a víz. A többi valami rostanyag elképesztően nem alkalmas a lélek funkcióinak a kiteljesítésére, mert nagyon le vagyunk korlátozva például az érzékszerveink, meg az elmék által, ez van. Szeretnénk tökéletesek lenni, az sem egy. Az öröklét mellé még ez is beütött, hogy szeretnénk valamit elképesztő tökéletesre csinálni, de a következő pillanatban darabokra esik szét, vagy valaki jön és szétrúgja a te tökéletes homokváradat. A másik, a kedvencem a szabadság. Hát oly mértékben szabadok szeretnék lenni, hogy még oxigénre se legyen szükség, pedig arra minden emberi lénynek szüksége van, meg még egy csomó egyébre, a fényen, az ételen, az italon, a szereteten, a stb. kívül. Tehát az emberi szabadság élmény, ez valami hihetetlen. Tehát valami olyasmire vágyunk ebben a háromban, ami nem lehet. Na most milyen illúziót követünk akkor, amikor ezek így, nézd meg, megfogalmazódnak? Tehát ezekből is érdemes fölébredni. És amikor ezekből elkezdünk fölébredni, akkor kezdünk el valójában élni ezen a földön. És elfogadni azt, hogy valójában milyen helyzetben vagyunk, miért? Mert ha nem fogadod el, akkor is ebben a helyzetben vagy. A szívszutrában van az, hogy az üresség, a teljesség. Hogy a teljességet a... nem mondja a szívszutrá. Csak az, hogy, hogy üresség, igen, ott van. De a teljességről is, a... tehát az, hogy teli, meg az, hogy üres, a lehet, hogy csak a magyarban a ellentmondásos, de azt megmagyarázni nekem, hogy hogyan lehet az ürességben benne a... A teljesség? Nem? Igen. Láttál már te olyan kék eget, amiben nem volt semmi, csak a kékség, és úgy érezted, hogy feloldódsz benne, mint csepp az óceánban? Hát az, amikor az üresség és a teljesség találkozik. A semmi és a minden egyszerre. Tipikus példa mondjuk a koncert kezdete előtti és a vége utáni gyönyörűséges pillanat. Amikor a gondolkodás megáll, és az ember és az univerzum egyét tud válni, az szavakba foghatatlan. És akkor a nem tudható teljes tapasztalata ott van. Tehát a tökéletes és felülmúlhatatlan felébredettség, ez az Anuttara Sambodi, ez a csúcs, amit el lehet érni, és ez a szípszutrának a szellemi kulminációs pontja. De a teli üresség, vagy üres teljesség nincs kimondva a szívszutrában, csak az ürességről beszél. Miért? Mert a teljesség, mint pozitív, állított vagy definiált fogalom nem szerepelhet a szívszutrában. Miért? Annak a tapasztalat szintjén kell meglennie, nem a fogalmiság szintjén. A fogalmiság szintjén értelmezhetetlen. Annyi téves nézet ment rá az Istenre, a megvilágosodásra, a teljességre, hogy elég volt. Tehát vegyük el a téves nézeteket, söpörjük ki a hamis azonosulásokat, majd akkor a tapasztalat megmutatja, hogy mi a teljesség, mi a felébredés és a többi. De nem definiáljuk, nem magyarázzuk. Mert azzal az elmét fedném be a saját hálójával. És ezért van csak az, hogy gáté, gáté, parágáté, gáté bódiszváza. Már mindent elvettem, mindent kisöpörtem, és akkor jussál szépen át a kapun, az egység kapuján, a nem gondolkodás kapuján, vajbudhává. Ezért imádom a szívszutrát, Az első három évben egy kukkot nem értettem belőle. Az, hogy szép, lassan kezdett így derengeni, hogy miről szól. Az már az elejétől nyilvánvalóvá vált, hogy megnyugtat. Hát akkor énekeljük, az kész. Majd megértjük egy napon. Hogyha egy negatív karmával találkozok, akkor melyik a, a jobb út, hogyha csak felismerem és elengedem, amilyen gyorsan tudom, vagy ha belemegyek, vizsgálódok, tanulni próbálok, forgatom, és így, és így. Mi a negatív karma? Egy bármilyen feladat, tehát nem konkrétumra gondolok. De én is. Egy negatív tapasztalás, bár, tényleg bármilyen téren, tehát nem tudom definiálni ezt, hanem a folyamatra lennék kíváncsi. Igen. Jó, átgondolom. Én is. Arra a folyamatra, hogy benned a negatív karma és annak az önvédelme kialakult. Most ezt hallottam két példányban így. Mondok neked egy példát. Köszönöm valaki letesz egy téglát az ajtó elé. Ha a háznak a tulajdonosa épít, megköszönni a téglát, mert éppen be tudja építeni a szoba falába. Ha a ház tulajdonosa éppen egy börtön tulajdonos, akkor aggódik, mert hogyha valaki föláll arra a téglára, akkor egy kicsit meg kiebb lát a faltól. Ha valaki lázadó hajlam, akkor felragadja a téglát, és bedobja egy másik embernek az ablakát. Tehát a tégla letétele nem lehet negatív vagy pozitív karma, attól függ, hogy mit csinálsz vele. És minden így működik. Tehát nincs pozitív vagy negatív karma, mindaddig, amíg te el nem kezdesz viszonyulni hozzá, és te azt valamivé alakítod. És itt a te teremtő mozdulatod, az megkerülhetetlen. Tehát az áldozat típus jön hozzám, és azt mondja, ez történt velem. Így bánik velem a párom, a családom, a csoportom, a világom. Így. És én visszakérdezek, hogy látod-e a saját részedet ebben a folyamatban, hogy te áldozattá váltál? És akkor általában nem látja. És ez a nem látás, ez az avidjá az, amivel az áldozat kialakította saját magát. Megteremtette az áldozatságát. Az elkövető ugyanez. Nem jobb, nem rosszabb. De hogy lettél elkövető? Azt se látja. A pozitív és negatív karma eredetileg nem létezik, mi tesszük azzá. Lásd át, hogy ez a folyamat honnan indult, miképpen bontakozott és miképpen csapódott le. Oké. Okay. Köszönöm. Igen. Szívesen. Előtted itt. Azt mondtad, hogy az első dolog, hogy a szenvedést felismerjük ahhoz, hogy lépjünk a helyes útra, de ez egy nagyon erőteljesen negatív fogalom. A szenvedés? A, a szenvedés. Tiltakozom. Nem? Nem. A szenvedés csak szenvedés, amely által fölébredsz. Az igaz, hogy az emberek, mink, magunk itt és távol szenvedés kerülő és boldogság kereső lények vagyunk. Ez így van. De szenvedés nélkül nem csak, hogy nincs élet, szenvedés nélkül nincs fölébredés sem. De azért akarunk fölébredni, mert a szenvedést a... nem szeretjük. Tehát ez ez egy így negatív van. Érzemem. Nem, a Na? szenvedés nem negatív. Mi nem szeretjük. Ez így van. De akkor mi a motivációnk, hogy mégis a felébredés válaszuk, hogyha nem a negatív. Akkor a, az, nem... nézd meg! Nagyon szeretem a pozitív és negatív polaritásra bontott kérdéseket, mert nagyon-nagyon jó alapanyag. Mit nevezünk jónak, vagy pozitívnak? És ehhez a három nagy indiai istenséget szeretném segítségül hívni, mert minden, ami a teremtésünket, a kreativitásunkat, Brahma, szépen támogatja, azt jónak nevezzük. Minden, ami a tartóságunkat, birtoklásunkat, a megtartásunkat támogatja, Visnó, azt is jónak nevezzük. Minden, ami a tisztulást, minden, ami a visszaforgatást, a nem kívánatos dolgok elmúlását támogatja, Siva, azt is szeretjük. Azt nem szeretjük, amikor a teremtésünkben korlátoznak minket, amikor a birtoklásunkban korlátoznak minket, és amikor a tisztulás helyett pusztulás van ennek a háromnak a számukra kedvezőtlen alakulása. De csak rajtunk múlik, hogy ezt a három nagy ösztöncsoportot, amit az előbb elmondtam, hogyan éljük meg. Például a fájdalom és a szenvedés a az számodra azonos vagy különböző? Azonos, igen. Akkor nagyon-nagyon nehezen mész fogorvoshoz. Pedig a fogorvosnál mindenki, én is nehezen megyek fogorvoshoz, de én már tudom, hogy én színház azok, és közben ő dolgozik a szájüregemben. És kérem, hogy viselj el a színházat, régi gyerekkori beégések, és nyugodtan dolgozzon a számon. Tehát én teljesen teret adok annak, hogy ez megjelenjen, és ő pedig elviseli, és a fájdalom, itt nem szenvedés, a fájdalom az a jó foghoz vezető út, mert valamennyi mindenkinél van, még a legszuperebbeknél is van. És van úgy, hogy nem fáj semmi, de szenvedsz, mert például magányos vagy. Ez egy láthatatlan, anyagtalan, érintés nélküli szenvedés, a belső magány. Egy tömegben is lehetsz magányos. Uram, egy kapcsolatban, egy családban is lehetsz magányos, hogyha nem vigyázol. Olyan szenvedés, hogy semmiféle fogható fájdalom nincs benne, senki nem bánt, de meg akarsz halni, mert annyira egyedül vagy. Látod, hogy mennyire nem ugyanaz? Ez a szenvedés, ez az élet része. Tessék elfogadni, mert akkor már nem lenne öröm nem lenne boldogság, nem lenne mihez képest jól éreznünk magunkat. Nem mindegy, hogy te a botnak melyik végét fogod meg természetesen, de ez a világ az ellentétek világa. A meghaladása nagyon fontos, és utána a polaritások helyes művelése nagyon fontos. De mindegyikünk valamikor szenved, és reméljük, hogy többségben boldogok vagyunk. De szenvedés nélkül nincs boldogság. Ne elkerülni akard, ne hozd létre. Ha már megvan, nem tudod elkerülni. Én, én, ezt érzem, hogy elfogadom az életet ilyennek, hogy vannak fantasztikus dolgok, boldogság és van szenvedés. Azért nem teljesen értem, hogy, hogy meg kell élnünk a szenvedést, hogy aztán a megvilágosodás felé haladjunk. Akkor ez valahol ellentmondás, mert akkor nem fogadom el olyannak az életet, amilyen, és, és én egyébként meg elfogadom, mert a szenvedést is elfogadom, meg a boldogságot is elfogadom. Tehát ezt nem érzem, hogy ezt a kizárólagosságot, hogy akkor szenvedés van, és ezért elindulok, hogy a megvilágosodást elérjem. Félsz a halálától? Mert ez jó most, így, ahogy van. Nem. Félsz nem más jön. emberek halálától? Igen. Na, akkor itt a serkentés az útra. Tehát, amikor a négy nagy szenvedésről beszélünk, hogy születés, öregség, betegség, halál, Születés nem szokták érteni, olyan boldogok vagyunk, megszület, megszületik, jaj, de gyönyörű, lemossák, de fant, így van. Tehát gyönyörű, amikor születik egy újszülött. Igen, nem csak van, aki az élettől fél. Vannak olyan emberek, hogy a haláltól nem félnek, sajátjuktól biztos nem, de az élettől félnek. Nézd meg, hogy mitől félsz jobban, az élettől vagy a haláltól? A saját halálodtól vagy másétól? És mihelyt ott van a félelem, ott van az akadály, nézd meg a szívszutrát, hogy az akadálytól mentes tudatban nincsen félelem. Fordítsd vissza, ha félelmet tapasztalsz, akadályt is tapasztalsz. Azonnyomban ott van a kényszer, hogy halad meg ezt az akadályt, hogy lásd fölülről egy kicsit, lásd a tatváját, a létmódját, a, a hogyanságát, hogy az hogyan jön létre, hogyan marad fönt, hogyan lehet azt elmozdítani, vagy megsemmisíteni. Teljesen mindegy, minek hívod, Anélkül, hogy a lét működését meg nem ismernék, nem érezzük magunkat teljesnek. Úgyhogy nem kell felébredésnek hívni, nem muszáj. Csak ismerd meg az élet működését, az pont ráébreszt arra, amire kell. Jó? Köszönöm szépen. Szívesen. Egyéb kérdés? Ez a téma kapcsolódik kicsit a kérdésem, ugye a szenvedéssel, hogy a tapasztalás mennyire szükséges nekünk a saját magunkon megtapasztalni szenvedéseket, vagy elég az is, ha látom máson egyfajta szenvedést, vagy egyfajta tapasztalást, és az már elég tud lenni. Együttérzés kérdése. Nem kell ahhoz neked drogfüggőnek lenned, hogy egy rehabba bemenve, vagy valamilyen felgyógyultal, de korábban időltel találkozva, te ne tudd meg azt, ne érezd meg azt, hogy ez micsoda, és ne akarjál az útra lépni. Amikor növekszünk fölfelé, ez nincs meg amikor a kamasságunkban próbálgatjuk az első pár önálló útunkat, görbéinket, akkor ez az együttérzés nincs meg. Később valami kinyit. Vagy a mások szenvedése, vagy a sajátod. Ha mások szenvedése is elég ahhoz, hogy kinyílj, akkor neked személyesen nem kell. De ha mások szenvedése nem nyit ki, majd a sajátod fog együttérzés függő az egész, és utána a ráépülő bölcsesség függő az egész. Mm. Mit gondolsz a komolyabb mentális betegségekről, azok milyen karmák? Például gondolok itt egy skizofréniára. A skizofrénia mögött mindig identitásválság van, tehát egy olyasféle hasadás, amikor a felsőbén eltűnik, és a személyiségnek a részei elkezdenek labdázni az identitás élménnyel és akkor a hangokból, mindenkinek vannak belső hangjai, de a hangokból én elképesztő hangzavar lesz, és nem találja önmagát, elveszti a pillanatot, és ebben a káoszban sajnos el tud veszni a jelenlét teljesen. Tehát ez mindig az önkép problémával indul. még az önkép hasad, és az önkép egy vitatkozik az önkép kettővel, önkép hárommal, és eltűnik a tiszta tükör, ez a skizofréniának a mély szerkezete. A paranoia olyan, hogy önkép egy üldözi önkép kettőt, mert az egyik hatalmas, a másik meg kicsi. Bipolaritás, önkép egy nem tud önkép kettőről. Egy nagyon keskeny csatorna van, ami keresztül így átmegy az éberség, átmegy, és akkor az személyiség egyik fele virtuálisan nem tud a másikról. Sorolhatnám. De mindig az önkép és az önvaló távolságán mérhető a szenvedés első foka, és az önképben uralkodó állapotok, az elme állapot, a fizikai állapot, onnantól kezdve mérhető a, a GIVA, az érzékszerfez kötött lényállapota. És amikor az önképben ilyen deformációk és problémák lépnek föl, az az elme bajnak az alapja. Szunkszász, hogy most kérdezték, hogy mi az őrület? Ha valaki nagyon ragaszkodik a hamis azonosuláshoz, nagyon őrült, ha kevéssé ragaszkodik a hamis azonosuláshoz, kevéssé örült, nem ragaszkodik az azonosság semmilyen, akkor nem őrült. És látszerebb bármi megoldást így? És gondolok, ez személyes, vagy egy családban? Nézd, ilyenkor kezelés kell, tehát a zen nem tüneti kezelés. A zen egy olyan mészerkezeti út, a tudat mélyét átalakító út, ahol a működő személyiséghez nem nyúlunk hozzá. Ha az patológikus, akkor sajnos kezelés kell. Az zen nem gyógyintézmény. És amikor már annyira kezd egészséges lenni, hogy kibírja azt, amit lát, és nem szakad össze, akkor a fejlődés útján elindulhat. Visszakapcsolódok az úrhoz, hogy amikor megismered a, a saját működési mechanizmusodat, meg, meg, meg felismered, hogy mi van a háttérben, ugye ezt említetted, hogy ez a jó, vagy ez a. Ez kívánatos. Ez a kívánatos, Sőt, igen, szükséges, mert nincs Jó vagy rossz? De még nem elégséges. Igen. Mondjad. Hogy onnan hogyan tovább. Tehát akkor, amikor felismered a kis mechanizmusaidat, onnantól kezdve hogyan tovább ez a kérdés. Mert ugyanúgy pörögnek tovább még a továbbiakban Igen, ezek a mechanizmusok. De ha már felismerted, Igen. és a tudattükréről a tárgya levált, onnantól kezdve uralhatod. És az uralással mit érsz el? Választást, tehát óriási dolgot érsz el. Megtaláltad a tévén a ki- és bekapcsoló gombot, meg a csatornaváltod. Tehát ez nagyon jó dolog. Te döntöd el, hogy milyen csatornát futtatsz, és hogy ki vagy bekapcsolod az egészet. Hát ez létkérdés. És az uralás, kor nem az elme ural téged? Az elme. Hm. Vagy az ego, vagy bárminek nevezzük. Tehát a személyiség ural. Most ez itt a nagy kérdés, hogy amikor felismered, meg megismered, akkor ki ismeri meg? Pontosan. Ismeri honnan fel? jön a kérdésed? Igen. Én kérdezlek most téged. Honnan jön a kérdésed? A fejemből. És a fejedben hol fogalmazódott az meg? Az ilyen szélességi fokon lévő körben ez csak vicc volt, de. Most az elme játszik az elmével. Igen, igen, igen Viszont igen. te látod ezt a játékot, és az elmének egy másik része pedig örül ennek. Ez a. Ez igen, ez a. Még játszunk egymással. Pontosan. Igen. Játszunk egymással, játszunk mindenkivel, de van uh -huh. valami, ami látja ezt a játékot, és nem játszik. És őt uralod, vagy ez ő nem ural? Ez ez, és ez, ez ura Ez ural. A látó az, ami csak lát, és ezzel a látással ural, és nem pedig vasmarokkal. És az ural az de, nem fölé a rendeltség? De. A teremtő uralja a teremtettet jó esetben, rossz esetben a teremtett uralja a teremtőt. Uh -huh. És akkor van visszafele minden. Akkor a teszi el a nagymamát, a légy fújja a többi stb. <hő> Ezt nem szeretjük és hierarchia mentesen is működik. Nem. Hol Semmit. van a fejed? Hol van a talpad? Szeretnéd fordítva? Hát akkor semmi baj a hierarchiával. Minden hierarchiában van. Tehát a hierarchia -hier keresztül megy a transzcendens, ugyanúgy, mint a Úgy hívják, fölfelé. Tehát föl-leközött, illetve a bal jobb. tehát a, a dualitás, illetve nem dualitás, hanem a polaritás. A bal jobb, azt hagyjuk, mert polaritás, nagyon kockázatos bocsánat. téma ez mostanában. Polaritás. Maradjunk a le fölben, jó? Azt szeretném, hogyha látnád, hogy az érzékszervittől az érzékszerven túlig, tehát a transzcendensig megy ez a történet, és utána szépen vissza ide. Zenkör nulla, 180, 360, és még közte egy-egy fázis. Ennyit a hierarchiáról. Muszáj. Ha nincs, nem tudsz haladni. Nincs irány. Oké? Okay? Tehát a hierarhia olyan, mint a polaritás. Csak itt csak más kép. Nem? Nem. A polaritással szeretnéd gyengíteni a hierarchiát. Uh -huh. Nem fog menni. Te fogsz elgyengülni, nem a világ. Oké? Okay? Uh -huh. Utolsó kérdés. Ha ez a kör megérkezett, akkor a szerepeknél is ugyanez van, hogy a teljes azonosulás nélküli jelenlét és megélése a szerepek minőségének az életbe és a transzcendens átszivárog. A rendező megmutatkozik, a transzcendens hagy ki a szerepbe. Tehát a rendező az nem ugyanaz, mint a. De csak tessék a hasonlatot konzekvensen fölépíteni. A rendező sosem lép színpadra. A rendező sosem vállal szerepet. A rendező az összes szerepet megírja, kondicionálja, felteszi a színpadra. A rendezőnek nincs széke, nincs jelmeze, nincs ruhája, nincs sminkje, olvasd el a szívszutrát. Tehát az az ürességben lévő mindes. Nem üre, az üresség is egy szerep. A rendező az egyetlen, amelyiknek Nincsen fogalma. De minden fogalom minden szerep belőle jön. Oké? Okay? Okay. Az egész világ egy hatalmas színpad. Milyen szerepet válasz? Milyen helyet foglalsz el ezen a színpadon? Milyen emberré alakítod magad? Ez mind attól függ, hogy megtaláltad-e azt a rendezőt, amely benned rendezi ezt az egészet. Megvan-e az a mestertudat? amelytől te tényleg olyan vagy, amilyen. Minél jobban igazi önvalónkkal tisztában vagyunk, annál nagyobb esélyünk van arra, hogy azok legyünk, akiknek szeretnénk, sőt, akiknek lennünk kell, és akkor segíthetünk magunkon, és ezen a világon egyaránt. Köszönöm, hogy eljöttetek, köszönöm a megtisztelő figyelmet, és várunk titeket a templomban, illetve a további dolaró beszédeinken egyaránt. Köszönöm szépen.